Tisztelt Ház, képviselőtársaim, a Mi Hazánk képviselő csoportjának vezérszónoka Dózs Dávid képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt Ház, tisztelt államtitkár úr. Valóban mi is úgy gondoljuk, hogy a környezetvédelem az napjaink egyik legfontosabb témája. Éppen ezért mi is támogatni tudjuk ezt a törvényjavaslatot. Ám bátor szükséges megjegyezni, hogy rendkívüli terheket jelentenek ezek azoknak a magyar vállalkozóknak például, akiket az elmúlt évek így is sújtottak, hiszen láthattuk, hogy minden évnek volt valamilyen negatív kihatása számukra. Mi mégis azt mondjuk, hogy természetesen támogatni tudjuk azt a környezetvédelmi szempontból nagyon jelentős Európa Uniós környezetvédelmi célkitűzés is, és annak az elérését is, amely ösztönzi a környezet kímélőbb átállásra a vállalkozásokat, és kevésbé terheli meg a környezetünket. Azt gondoljuk, ez a fenntarthatóságnak az egyik alapkövetelménye, ami a 21. században talán a minimum kell, hogy legyen. A szennyező fizet elvét követve a zöld adóknak hatásokat tekintve magasabb mértékűeknek kell lenni. Ezzel is egyet lehet érteni, hiszen valakinek meg kell fizetni ezt a plusz kiadást. Legyenek azok, akik a legtöbbet fogyasztják természetesen, és a legtöbbet állítják elő. A cél e körben az ingyenes szennyezés felszámolásának befejezése, hiszen azt láthatjuk, hogy a 21. századra eljutottunk odáig, hogy a föld nagy része az gyakorlatilag a csomagoló anyagok és az egyszer használatos műanyag termékeknek a szennyezése alatt áll, és láthatjuk, hogy a tengereink, az óceánjaink, de gyakorlatilag érintetlen területek is most már a műanyag szennyezés áldozatává kezdenek válni. Ezt mindenképpen fel kell számolni, ezért ez egy jó irány, amit támogatni lehet. Viszont ebben a karbonvám összefüggésben azért azt is fontos elmondani, hogy a széndioxid kibocsátás önmaga nem elég, ennek a mérséklése, vagy önmagának a mérséklése nem elég, hiszen itt a fő trend az talán az, hogy majd valamilyen vámmal, adóval sújtsák a kibocsátókat. Mi viszont azt mondjuk, hogy ezt akár ellensúlyozni is lehessen egy vállalat részéről, és ne kelljen ehhez mondjuk a száháli övezetbe elmenni erdőt telepíteni, hanem akár a kibocsátás országában lehessen ezt mérsékelni, akár mondjuk egy erdőtelepítési programmal egybekötve. Éppen ezért mi azt gondoljuk, hogy ennek a karbonvámnak a kivetése az nem feltétlen szükséges, hiszen a semlegesítés lenne elsősorban a cél, nem pedig az, hogy vám formájában beszedjünk egy újabb adót. Ez elsősorban az uniós importőröket érintheti ugyanis, hiszen az import termékekbe beágyazódva ezek a költségek meg fognak jelenni, és a kibocsátáshoz kapcsolódó új adminisztratív terhek is ezen révén, hiszen a pénzügyi kiigazítások miatt az import is drágulni fog, ez természetesen minden gazdasági szereplőre kihatással lesz. Mi az EU mozgalom úgy gondolja, hogy a környezetvédelmi szempontokat nagyon fontos betartani, és talán sokkal fontosabb is lehetne, hiszen Magyarországnak nincsen környezetvédelmi minisztériuma sem, ami mondjuk nagy fokban tudná segíteni ennek hatékonyságát. Mi viszont úgy gondoljuk, Európa egyetlen nemzeti radikális zöld pártjaként, hogy a környezetvédelem aztán a legfontosabb kell, hogy legyen számunkra, és nagyon fontos hatékony válaszokat adnunk, és konkrét lépéseket az éghajlat változás kihívásainak a megelőzésére és azok csökkentésére. Mivel az egész világon, ahogy említettem, most már egyre elviselhetetlenebb mértéket ölt a környezetszennyezés. Azt valljuk, hogy aki szereti a hazáját, az magától értetődően egy felelősségteljes és környezetvédő életmódot folytat. Ezt kell a politikának, ezt kell a közéletnek is valahogy elsajátítani, nem lehet az egyén felelősségére bízni ezt a döntést, hanem ezért van a politika, ezt társadalmilag minél szélesebb körben kell kiterjeszteni, és az embereket egy felelősségtudatos szemlélet felé kell terelni. A műanyagszennyezés visszaszorítása minden területen, így az egyszer használatos termékek csökkentésénél is azt gondoljuk, hogy egy nagyon fontos kérdés, illetve az újra hasznosítható anyagoknak az előtérbe helyezését is nagymértékben elő kell segíteni, hiszen magának a problémának a gyökereit kell lehatolni, és ott kell rá megoldást találni.
Éppen ezért a környezetbarát csomagolóanyagok bevezetése és ösztönző felhívások a takarékos vásárlásra azok a módszerek, amelyek leginkább tudják segíteni a környezetünk megóvását. A gyenge minőségű, rövid élettartamú műszaki árukat és cikkeket is ideje lenne kiszorítani a piacról, kár, hogy a jelenlegi fogyasztói társadalom az épp ennek ellenkezőjéről szól. A környezetvédelmének kiemelt fontosságát, a környezettudatos szemlélet kialakítását már gyermekkorban azt gondoljuk, hogy nagyon fontos elsajátítatni, itt talán itt össze lehetne kötni az oktatást is ezzel a nagyon fontos és fajsúlyos témával, hiszen már a legkisebbeknél az óvodában is át lehetne adni azt a fajta tudást és azt a fajta szemléletet, ami majd később aktív korukban az embereket környezettudatossá fogja tenni, hiszen láthatjuk, hogy a föld népességének a számlálója az gyakorlatilag megállíthatatlanul pörög, kedves egészségügyi képviselőtársamnak, ami azt jelenti, hogy most már több mint 8 milliárdan vagyunk a Földön, igaz is, egyébként nem én rendeltem meg ezt a tüsszentését magam mellett, tehát azt jelenti, hogy napról napra nő az emberiség ökológiai lábnyoma, éppen ezért a növekvő lélekszámhoz azt fontos párosítani, hogy egy környezettudatosabb szemlélet próbáljon meg gyakorlatilag gyökeret verni a világon, hiszen ez mindannyiunk érdeke. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi törvényjavaslatot az mellett, hogy támogatjuk, szükséges megjegyezni, hogy mindenképpen olyan formában kell bevezetni, hogy az további terhet ne igazán jelentsen a hazai vállalkozókra, hiszen láthatjuk, hogy ők az előző években is megsínylették sajnos a nehéz gazdasági helyzetet. Éppen ezért megkérjük a kormányt, hogy ez majd úgy legyen bevezetve és úgy legyen kidolgozva, hogy rájuk és a társadalom nagy részére további terheket ne rójanak vele. Köszönöm szépen a szót!